Szeptember 28-án Renkó Mátyás volt a vendégünk, a Kludi Gyula Gimnázium diákja, aki a Rotary Club jóvoltából Dél-Afrikában töltött 2 hónapot. Nos, a Rotary Club egyik cserediákja, Tótfalusi Fanni is itt van velünk. Szia Fanni, jó estét! És te Matyihoz hasonlóan 2 hónapot nem Dél-Afrikában, hanem Argentínában töltöttél. Szóval egy kicsit nagyobb volt a megtett kilométer, ugye, te kicsit hosszabb ideig repültél. Te egyáltalán hogyan cseppentél ebbe az egészbe? Mesélj erről egy picit. Így van, ez pontosan 15 000 kilométer volt Magyarországtól, és már sok éve hallottam erről a programról is, hogy vannak ilyen cserediák lehetőségek, és számtalan ismerősöm belevágott már így a Rotary programon keresztül, és idén elhatároztam, hogy én is szeretnék ebben részt venni, és kedvet kaptam ehhez a lehetőséghez, de nem bántam meg, és teljesen jó élményekkel tértem haza. És miért pont Argentína? Én a Kölcsey Ferenc gimnáziumban spanyol szakon vagyok, így adódott a lehetőség, hogy hát miért ne egy spanyol nyelvterületre menjek, és 3 ország közül választhattam, ez Argentína volt, Mexikó és Chile, és... Mind a 3 nagyon izgalmas. És miért döntöttél pont Argentína mellett? Azért, mert Argentináról sokkal többet tudok, ugye a focinak is és a táncnak is egy elég nagy kultusza van Argentinában, és hozzám közel áll a tánc is és a művészetek is, és ezért Argentina mellett döntöttem. Nos, föl lehet erre készülni? Hát nyilván a nyelvvel ugye akkor már azért nem álltál hadilábon, ez szerintem az alap, valamelyest ugye akkor a kulturális alapjaid is megvoltak ahhoz, de hát mégis azért 2 hónap elég hosszú idő. Hogyan edzettél rá? Igen, 2 hónap tényleg hosszú idő, de nagyon hamar eltelt, tényleg egy szempillantás alatt. És hogy lehet felkészülni rá? Én mielőtt kiutaztam, az interneten kerestem ilyen utazási célpontokat Argentinában, hogy mi az, amit érdemes megnézni Buenos Airesben, ugye a fővárosban, illetve ugye az országban is. És felvettük a kapcsolatot a családdal már tavasszal, amikor ugye a Rotary elküldte nekem a családnak az ilyen adatlapját, és elkezdtünk márciusban beszélgetni, ismerkedni, és beszélgettem az anyukával, illetve a cserediákommal, és így már úgy mentem ki, hogy tudtam, hogy kik fognak várni a reptéren, úgyhogy ez nagyon hasznos volt. Jó fejek voltak egyébként? Egyáltalán milyen volt a család, ahová kerültél? Igen, nagyon jó fejek voltak. Argentinában egy kicsit más a mentalitás, mint itt nálunk Európában. Például mindenkinek egy-egy puszival köszöntünk az arcra, akár barát volt, akár csak egy távoli ismerős, és ott, hogy mindenkit így beengedtünk, hogy egy kicsit az intim szféránkba egy puszival, mindenkit nagyon ilyen közel éreztem magamhoz. És tényleg nagyon érdeklődőek voltak Európa iránt, mert Argentinában a világtörténelem nem kap fontos szerepet, és nem igazán tudnak sok mindent így Közép-Európáról. Így nagyon sokat meséltem nekik, ugye, amikor volt a vasfüggöny korszaka nálunk, például, hogy miért volt régen Magyarországon fontos szerepe az orosz nyelvnek, mert nem értették. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, hogy megtanítottam nekik úgymond a történelmet valamilyen szinten. Ez nagyon érdekes, igen, hiszen nem csak ott voltál, bele szippantottál és bele kóstoltál tulajdonképpen Argentínába, hanem gyakorlatilag mint egy kis misszionárius, ugye a Közép-Európa történelmét ezek szerint tényleg elhintetted ott Dél-Amerikában. Mik voltak a legjobb élményeid? Közben a nézők itt azért látják a csodálatos felvételeket, azért bennem bujkál egy kérdést, egy gyönyörű lány vagy az argentin fiúknak, nem dobogtattad meg túlságosan a szívét? Valami kis érzelmi vihart nem okoztál ott Dél-Amerikában? Hát ez egy elég nehéz kérdés. Volt rá példa. Úgy mentem el, hogy nagyon sokan kérdezték, hogy ne is sokan, mikor jövök vissza. Úgyhogy igen. Hát azt gondolom, hogy nem is tudom, tehát azért szerintem nehéz is ellenállni, főleg, hogyha ilyen vehemensen és latinos szenvedéllyel bókolnak esetleg. Szóval, amit itt a nézők látnak, sok-sok fotó, vidámság, barátok. Milyen barátokat, ismerősöket szereztél a családon kívül még ez alatt a 2 hónap alatt?
Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert ugye amíg a cserediákomnak külön órái voltak, nem mindig mentem bele, hanem másokkal találkoztam, és ugye az én saját fogadó családomon kívül még két másik családdal is így nagyon szoros kapcsolatom lett, hogy például elmentem velük úszni, elmentem a cserediákom más barátaival is az ő külön óráikra, például voltam hoki edzésen, úszni voltam másokkal, lovagolni tanultam ott Argentinában, tehát elég színes külön órákon vettem részt. Főként a cserediákom barátaival lettem jóba, de még két másik család volt, akivel nagyon közeli kapcsolatba kerültem. És említetted, hogy úti célokat néztél addig, amikor itthon voltál még Magyarországon, sikerült ezekre jutni, ezekre a pontokra? Igen, hála Istennek igen, mert amikor kint voltam Argentinában, a család megkérdezte tőlem, hogy nem szeretnék elmenni Buenos Airesbe, ugye a fővárosba, és nekem tényleg az volt az álmom, hogy elmenjek a fővárosba és megismerjem, mivel nagyon színes Buenos Aires, van benne egy európai negyed, de egy kicsit az Egyesült Államokra is hasonlít, mivel egy-két részében felhőkarcolók is vannak, viszont van az óváros, ahonnan indult a tangó, és én oda nagyon szerettem volna elmenni, és azt történt ott velem, hogy egy ilyen férfi, aki hivatalos tangó táncos, az utcán leszólított, mert ugye látta ugye a kis cselediák kabátomat, amire rá volt írva, hogy Rotary Magyarország, és akkor így beindította a zenét, adott rám egy kalapot, egy sálat, és elkezdtünk ott mindenki előtt táncolni, tangózni. Hát nyilván úgy, hogy ő irányított, de ez a spontán fordulat, ez volt az egyik legfantasztikusabb élményem ott. Akkor mindenképpen el kellett menned Buenos Airesbe. Hát ha már 15 000 kilométert utaztál, nyilvánvalóan kihagyhatatlan volt. Hát nem tudtad egész Argentinát magaddal hozni, de azért hoztál kis ízelítőket, és mi az, amit most hoztál hoznánk ide a stúdióba? Egy nagyon furcsa kis csészécskék, ezek speciális argentin teás csészék lennének? Igen, így van, úgy hívják őket, hogy mate, és ez Argentinában főként a legelterjedtebb, illetve Paraguayban és Brazíliában is fogyasztják. És miért ilyen alakú? Vagy, szóval nem tudom, mi a funkciója pontosan, hogy így néz ki. Azért, hogy elkülönítsék őket a normális megszokott teától. Értem. És hogy legyen egy ilyen speciálisabb kinézete, illetve ez egy ilyen ősi szokás is szerintem már, hogy így néz ki. És akkor hoztál itt ilyen finom karamellkrémet és könyvet is, ugye egy szakácskönyvet, azt mondod, hogy ezzel a krémmel gyakorlatilag az édességeiket szeretik nyakon önteni. Sikerült valamilyen süti receptet esetleg el is készíteni, vagy hazahozni, vagy áthelyezni itt a magyar gasztronómiában néhány argentin specialitást? Igen, Argentinában rengeteg marhát ettünk, amit itthon nem szoktunk annyira, illetve nagyon sok édességet, amit ugye ezzel a karamellkrémmel kentek, és ilyen kekszszerű édesség, és ennek nagyon nagy szerepe van, tehát eszik reggelire, ebéd után, a siesta idő megalvása után, vacsora után is. Tényleg és aztán letangozzák, mennyire nem látszik az alakjukon. Mondtad, és többször is mondtad a cserediákodat, ezek szerint akkor őt vendégül fogjátok látni, gondolom. Igen. Mikor érkezik? December 8-án fog érkezni, és február közepéig lesz nálunk. Hogyha jól emlékszem, akkor Matyi is ezt mondta, ugye, hogy az ő dél-afrikai cserediákja is valamikor a karácsonyt itt tölti, és nagyon izgult, hogy mit fog szólni itt az ünnepekhez, meg esetleg a hóhoz, mert ahhoz nem biztos, hogy hozzá van szokva. Hát akkor most már neki is mondtam, hogy milyen jó lenne, ha bejönne a cserediákjával. Lehet, hogy az is nagyon izgalmas lenne, hogy mind a négyen megjelennétek, és akkor egy kis bábeli zűrzavar lenne, mert spanyol és angol nyelven is kellene tolmácsolni. De ha összetudjuk hozni, akkor lehet, hogy egy érdekes beszélgetés kerekedne ki belőle. Nos, hát Fanni, lesz-e nagyobb lélegzetű utazás esetleg, akár egy éves, mert ugye erre is van lehetőség? Igen, van ugye ez a 10 hónapos program is, de ez azért elég sok más dologgal is jár. Tehát, hogyha valaki kimegy 10 hónapra tanulni, akkor ott tanulni is kell, nem csak utazni, és amíg ő kint van, addig az itthoni családomnak 3 másik cserediákot kell fogadni, akiket én nem ismerek, nem találkozok velük, tehát ez egy kicsit nehezebb szerintem, és ez a rövid program sokkal családcentrikusabb,
és ezért választottam ezt, hogy jobban meg tudjam ismerni a családot, és tényleg a magaménak érezhessem. Hanyadikos vagy most a Kölcseiben? 11-es. Akkor még egy év, és aztán tovább tanulás. Meg van most neked már szerintem bőven dolgod itt lassan a finishben. Hát köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és nagyon szép hétvégét kívánunk, bár ez most elég nyúlfartnyi lesz ugye tekintettel a rövid hétvégére, de nagyon izgalmas dolgokról meséltél.